A kiállítás anyaga Pápai Sarolta jóvoltából érkezett hozzánk. A kulturális tanácsos 4 évig élt Macedóniában, s tanított magyar nyelvet a Fővárosi Egyetemen. Ez idő alatt számos művésszel megismerkedett, köztük Zsenita Geleszka Veljanovszkával. A művésznő életigenlő alkotásai és szemlélete azonnal felkeltette Sarolta érdeklődését, aki először Szegedre, majd Nagykanizsára hozta el a Her Story-t. Macedóniában született, tulajdonképpen ott végezte el a képzőművészeti főiskolát 1989-ben, 90-ben megkapta a legjobb ifjú tehetségdíját Macedóniában, és utána meghívták 99-ben Londonba, a Brainsphere galériában, és ott kiállított. Utána pedig már Angliában élt, 2001-től, és nagyon sok egyéni, illetve közös tárlata volt, nem csak Macedóniában, meg Angliában, hanem közel 15 országban. És most először tulajdonképpen Magyarországon, tehát tavaly Szegeden volt az első megmutatkozása, most pedig itt Nagykanizsán másodszor a Her Story kiállítása. Milyen alkotó művész ő, hogyan és milyen technikákkal dolgozik? Egy kísérletező művész, akire hatottak a nagy alkotók, mint például Matisse, vagy Picasso, Juan Miró, a gyerek kilátásmódjuk, a naivságuk. Azon kívül állandóan kísérletezik, használva különböző technikákat, mégpedig használja ugye a festést, használja a karcolást, a ragasztást, különböző anyagokat kombinál, a kenderkoszton kezdve a fáig, a festékig, a gyöngyöt használ, tehát mindenfélét kipróbál, és fontos neki az, hogy miközben alkot, állandóan párbeszédet folytasson a magával, az alkotással, tehát hallja például a hangot, amit egy karcolás során mondjuk a szöggel, a szög kiad magából. Kommunikáció azt hiszem az önvészetében különösen fontos lehet, hisz itt vannak alkotások, ahol szövegrészleteket használ fel, de ezt a mini tárlatot is egy levél ihlette. Igen, igen, egy nő története, egy levelezés tulajdonképpen az alapja, ami megihlette, és ez megjelenik a festményein, tehát mindegyikben van egy pici levélrészlet, de tulajdonképpen nem is maga a szöveg a fontos, hanem az a fontos, hogy ezek ilyen grafikai jeleként megjelennek a női alakok között, mellett, és akkor így alkotnak egy egységet. Az, hogy ő most két laki életet él, ahogy ön fogalmazott, Angliában és Macedóniában, ez hogyan hatott az ő művészetére? Ez határtalanságot és szabadságot adott a művészetének. Tulajdonképpen Macedóniából hozza a meleg színeket, a pozitív energiát, Angliában pedig felvértezte magát tudással, és ott fejlődött tovább. Tehát akkor az ő művészete abszolút pozitív. Igen, abszolút pozitív, tulajdonképpen örömet, boldogságot, szenvedélyt fejeznek ki. A festményei ezt szeretné tovább közvetíteni, vagy átadni a nézőknek, tehát aki ránéz a festményére, az boldogságot érezzen, tehát még jobban érezze magát utána. És hogy találja meg ő most a helyét a mai művészetek világában, hogy milyen visszajelzéseket kap a közönség részt? Úgy találja meg, hogy például amikor rákérdeztek, hogy mi a véleménye a politikáról, akkor azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy az micsoda. De nem foglalkozik azzal, tehát ő azzal foglalkozik, hogy a pozitív dolgokat meglássa mindenkiben és mindenben. És akkor ezt közvetítse, és a visszajelzések a nézők részéről pedig szintén nagyon jók, mert érzik. Tehát érzik a képei révén, hogy tulajdonképpen az, amit ő ad, arra van szükségünk szeretetre, örömre, boldogságra.
művészetét teljes mértékben a spontaneitás határozza meg, vagy tudatosan eltervez azért dolgokat? A spontaneitás, tehát egy friss spontaneitás, és egy hatalmas erő van benne, tehát amikor neki fog, akkor lendülettel fog hozzá, és neki az is fontos, hogy magát a testét is tudja használni. Tehát ő azt mondja, hogy a művészet mindent megenged, tehát a művészetben minden szabad. Azt is lehet, hogy a művész ugye lefesti magát festékkel, és a felületre ráfekszik, és úgy egy műalkotás születik. Tehát pont ez a szép benne, hogy határtalanságot és szabadságot ad. A Her Story most az ő művészetének ugye csak egy kis szeglete, itt főleg nő alakokat láthatunk, de mi mást szeret még alkotni? Nagyon provokatívnak tartja a nagy festményeket is, tehát ugye ezek pici 10x10 cm-es festmények, és akkor halad a nagy festmények felé, ezek másfél-két méteresek, és ott is állandóan kísérletezik. Ezek a nagy alkotásai már nagy galériákban, nagy kiállításokon, most például New Yorkban fognak majd megjelenni.